Hát tulajdonképpen nagyon vegyes érzelmei vannak az embernek. Egyrészt az, hogy nem érdem 100 évesnek lenni, ez véletlen szerencse, hogy valaki elér egy ilyen hosszú kort. Másrészt viszont sok tapasztalatot össze lehet szedni 100 év alatt. Mert én például akkor születtem, amikor Magyarország még osztrák-magyar monarchia volt, és Károly király volt a monarchiának a vezetője. Végigéltem a Horthy rendszert, a Rákosi rendszert, a Kádár rendszert, és most ezt a új világot is, ami valóban egy nagyon változó világ. Ha fiatal lennék, akkor azt mondanám, hogy szerencsém van, hogy a negyedik ipari forradalomnak hát legalábbis résztvevője lehetek. Ez az én szűkebb szakmám szempontjából is nagyon érdekes időszak, mert láttam azt, amikor fiatal gazda voltam, hogy bivajszekérrel szállították a takarmányt az állatoknak, és most látom azt, hogy drónok repülnek a szőlő és gyümölcsültetvények fölött, és szórják a műtrágyát, meg a gyomirtó, meg a növényvédőszereket. Tehát megváltozott teljesen a világ körülöttünk. És ennek egy 100 éves ember csak kis részben alkotója, és még kisebb részben vesz részt ebben az eredményben. Úgyhogy nagyon vegyes érzelmeim vannak. Legszívesebben most már csak szemlélő jelennék ennek a világnak.